Átcsoportosítja katonái egy részét a Magyar Honvédség, jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter Brüsszelben. Magyarország ezzel a Jens Stoltenberg NATO főtitkárnak tett korábbi ígéretét váltja be, és jövő nyárig 60-nal növeli a Koszovóban állomásozó katonái számát, afganisztáni 106 fős jelenlétét pedig további 40-nel növeli. Az átcsoportosítás a hamarosan lejáró ciprusi ENSZ misszióból felszabaduló kapacitásnak köszönhető. A katonák Koszovóban és Afganisztánban is a NATO haderőkhöz csatlakoznak. Magyarország fenntartja évi mintegy 141,5 millió forintnak megfelelő 500 ezer dolláros hozzájárulását az afgán védelmi erők támogatásához, illetve annak időtartamát 2024-ig meghosszabbította.